Pakson a Szent István téren gyűlt össze az ünneplő tömeg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezni. Március 15-e jelképpé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 1848. március 15-én tört ki a forradalom az elnyomás ellen. Szabó Péter polgármester szerint 2022-ben különös jelentőséggel bír ez a dátum. Április 11-én alakult 1848-ban Magyarország új kormánya, és április 3-án idén is választás előtt fogunk állni. És én azt gondolom, hogy ugyanez az üzenete idén is, mint akár 174 évvel ezelőtt, hogy egy olyan kormány alakuljon, amely megőrzi a nemzeti szuverenitásunkat, függetlenségünket, a magyarok érdekeit képviseli majd Európában és a világon mindenütt. A paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola 5-es diákjai Minden élet, kő egy épületben címmel adtak ünnepi emlékműsort. A megemlékezés zárásaként a város egyesületei, intézményei, civil és politikai szervezetei megkoszorúzták a Szent István téren Jámbor Pál szobrát.